Sziasztok! Akkor folytassuk is a targoncás tételeket a 24. A tétellel. Ez az A tétel sorba az utolsó tétel, a 24 A. Beszéljen a hidraulikus rendszer végrehajtó elemeiről. Mutassa be ezek rajzi jelölését, hogyan történhet a szerelékek csatlakoztatása a munkagéphez. Kult cool szavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Tehát, munkahengerek fajtái és részei, hidromotorok ismertetése, szögelfordulás végző szerkezetek fajtái működésük, különböző elemek rajzi jelölései, csőcsatlakozások, gyors csatlakozók műszaki megoldásai. Nézzük is akkor a munkahengerek fajtáit. Tehát itt láthatunk egy munkahengert, tehát van súly vagy erő visszatéréses munkahenger. Van ez a rugó visszatéréses munkahenger, amit itt láthatunk, ez a rugós típusú. Meg van búvárdugattyús henger, meg teleszkópos henger. És ugye van a van még két oldali működtetésű munkahenger is, amit itt láthatunk. És akkor most beszéljünk kicsikét a munkahengerekről. Tehát a hidraulikus mun hengerek, munkahengerek a hidraulikus energiát mechanikai energiává alakítják át. Egyenes vonalú mozgás formájába. Mindjárt mutatok is nektek egy munkahengert, hogy néz ki élőbe. Hát itt is láthatunk egy munkahengert. Tehát ezek hidraulikus hengerek, tehát ebbe hidraulikus olaj nyomja majd fel ezt a munkahengert. Ezt egyébként billencseknél használják. A munkahengerek lehetnek ugye egyszeres vagy kettős működésűek. Ez, ez a munkahenger egyébként ez csak egyszeres működtetésű. Tehát felviszi a dugattyú az olajat, és utána nincs még egy dugattyú, ami kiszívja szív, az olajat belőle, vagy levegővel tölti föl, hanem, hanem itt csak a maga a billens, hogy billencs billensről van szó, szóval, hogy a billens súlya szépen elkezdi nyomni lefele az olajat, és kinyomja a munkahernyőből az összes olajat. Mutatok nektek egy munkahengert, ami kinyitott állapotban van. Itt láthatjuk ezeket a munkahengereket kinyitott állapotban. Így néznek ki. Ugye olaj hatására felemelkednek. Utána meg a, a bilence súlya szépen lenyomja, és kinyomja belőlük az összes olajat, és akkor ilyen lesz. Összemegy, visszamegy a helyére. Ilyen teleszkóp. Teleszkópos megoldással adották meg. De most nézzük is meg az egyszeres működésű hengereket. Az egyszeres működésű hengereknek egy csatlakozó nyílása van, azaz csak az egyik munkatérre hathat a folyadék nyomása. A visszafutást ezeknél a hengereknél külső erő vagy rugó hozza létre. Tehát amit beszéltem billencsnél, mindjárt oda megyek a billencsre. Hogy itt a billencs munkahengeréhez, hogy itt maga a külső erő fogja visszafuttatni az olajat. Egy munkahenger belenyomja, de a külső erő viszont leereszti. Remélem így elég érthető. Szerkezeti elemekről is nagyon szűk fogalmakba beszélek majd. Próbálok minél rövidebb idő alatt minél lényeges információkat mondani. Tehát egyes, amit ott láthatunk, az ott a hengercső. Kettes, a dugattyú tömítése. rúd a rugóval, az a hármas. Tehát itt dugattyúrúd a rugóval. Hátsó. Hengerfedél a négyes, ugye a hátsó hengerfedél. Ötös az első hengerfedél. Hatos ez a munkatér. Amiben maga az olaj van. Hetedik kilevegőztetett tér. Tehát amiben levegő van, nincs semmi. Ma az olajat ezek a kis gyűröcskék meg ez a kis dugattyú összetömöríti. És akkor folytassuk is tovább. Kettős működtetési munkahengerekkel, tehát a kettős működtetési hengereknek két csatlakozó nyílása van. Ezeken keresztül történik a hengertér elárasztása nyomó folyadékkal. A kettős működtetési henger egy oldalú dugattyúrúddal van. Az azt jelenti, hogy a dugattyú felület nagyobb, mint a dugattyú gyűrű felülete. Két oldali dugattyúrodas átmenő úgy hengereknél a felületek egyforma nagyok. A differenciál hengereket a dugattyúrudra rajzolt két vonallal különböztetjük meg. A felület viszony szokásosan kettő ahánylik az egyhez. A kettős működtetésű teleszkópos hengereket hasonlóan jelöljük, mint az egyszeres működtetésűeket. Az egymásba helyezett dugattyúkkal a véghelyzet fékezésű kettős működtetésű hengereket a hengerek jelébe rajzolt kis téglalappal jelöljük. Erről a jelről beszéltem. Tehát itt látjuk, hogy itt megy be az olaj, itt meg kimegy. Tehát itt dugatjuk mozog két irányba. Hol a belőle az olajat, hol meg levegővel tölti meg, tehát leereszti az olajat. Hidromotorok ismertetés, tehát a hidromotorok a szivattyú által létrehozott hidraulikus energiát újra mechanikussá alakítják át. Tehát itt láthatunk egy motort. És ugye ez alakítja át mechanikai energiává majd a hidraulikus energiát. Számos szivattyúkonstrukciós átalakítások nélkül is felhasználható hidromotorként például a fogaskerék szivattyú, axiádugattyú A hatásfok javítás érdekében azonban gyakorta módosítják őket, például a radiárdugattyú azonban nem alkalmazhatók hidromotorként által. Fogaskerék szivattyú és az axiádugattyú szivattyú, de mindjárt megmutatom azokat is Itt láthatjuk az axiádugattyú szivattyút, Itt meg a fogaskerekes szivattyút. Különbséget teszünk egy vagy két forgásirányú hidromotor között, ugye állandó és változtatható elnyelési térfogató hidromotorok között. Tehát állandó és változtatható elnyelési hidromotorok vannak. Vannak alacsony, illetve nagy fordulatszámú hidromotorok. Most jöjjön ez a kép, amit az előbb lát, láthattatok. Tehát a szögelfordulást végző szerkezet fajtája és működése. Tehát ez egy forgató henger, amit látunk. Kettős működtetésű. Alfa 360, tehát 360 fokba fordul el. Tehát henger Fogaslécként kialakított dugattyúrúd, harmadik a fogaskerék, lökethatároló és ütköztető csavar. Tehát, ugye mondtuk azt, hogy fogaslécként kialakított dugattyúrúd, Ez itt a dugattyúrúd, ami fogaslécként van kialakítva. Itt láthatunk kettőt is. És, és ugye itt vannak a dugatjuk. Ez itt a munkatér, ez meg a légüres tér. És hát az a tér, amiben nincs ö, olaj. És akkor most nézzük is a lengőmotorot. Lengőmotor ugye a szögelfordulást végző hidraulikus fogyasztók. Tehát lengőmotor áll egy lapádból. Ez itt a lapát, áll egy házból, az ez a ház, és áll egy tengelyből, ami ez, és áll egy tömítőlapból, ami itt van, és áll egy rugóból, ami itt található, meg áll egy szektorzárból, meg áll még egy be- és elvezető csatornák. Be- és elvezető csatorna. Itt megy be, itt megy ki. Azt, hogy a lengőkor a való életben hogy néz ki, azt most fogjátok látni. Egy pillanat. Itt láthatjuk. Tehát a való életben a lengő motor az így néz ki. Tehát így körbe tud fordulni. 360 fokba. Itt egy pont egy munkagép kanalát forgatja körbe 360 fokba. És Na de röviden ennyit erről a 24. utolsó tételről, remélem segítettem, és közösen megtanultuk ezt a tételt. Úgyhogy elköszönnék, sziasztok, további jó tanulást és sikeres vizsgát!